legközelebb a, mondjuk a depressziós viselkedéshez olyan kutyának a magatartását tudnám hasonlítani, amelyik mondjuk szomorú, levert amiatt, mert mondjuk a gazda hosszabb időre elment otthonról, vagy például sok esetben egy idős kutyának a magatartása depressziós benyomást kelthet az emberben. Ugye az idős kutyáknak a viselkedése az sok tekintetben különbözik attól, amilyenek néhány évvel korábban ők maguk voltak, tehát kedvetlennek tűnhetnek, unottnak tűnhetnek, már nem érdekli őket a szokásos játék, az étel, a gazda megérkezése, stb. Stb. Sajnos ez az idősödésnek a velejárója a kutyáknál, sok esetben érzékszervi, mozgásszervi oka is van, tehát a kutya mondjuk fáj az izülete, nem szeret mozogni. A kutya nem lát jól, nem hall jól, nem érdeklődik a környezete iránt, ilyenkor bizony ilyen depressziós levertnek tűnhet az állat. Hozzáteszem, hogy nem kell ebbe belenyugodni. Tehát, hogyha felkészülünk arra, hogy mi történik majd a kutyánkkal, amikor megöregszik, akkor tudunk ellene tenni olyan módon, hogy aktívan tartjuk a kutyát, már amikor mondjuk középkorú, ezzel igencsak ki lehet, hogy úgy mondjam, tolni az ő aktív, érdeklődő életmódját, ha nem hagyjuk rá, jó, hát ez egy öreg kutya, már öregszik, nem csinál vele semmit. Most a másik eset az egyedül hagyott kutya, a magányos kutyának a kedvetlensége, szomorúsága, ugye, hogyha mondjuk a gazda elutazott hosszabb időre, hát ilyenkor ugye, amit embereknél is szoktunk csinálni, hogyha látjuk azt, hogy a családtagunk szomorú egy kicsit maga alatt van, hát aktív dolgokat kell a kutyával csinálni. El kell a családtagoknak vinni őt sétálni, játszani kell vele, fel lehet rázni egy ilyen kutyát.